Ugye a Nemzeti Egészségügyi Tanácsban helyet foglaló szakmai szervezetek és civil szervezetek, meg még aki oda helyezett a jogszabály, ha véletlenül az aktuálisan működő kormányzattal szemben szakmai megközelítésből, és nem politikai megközelítésből mondott olyat, amit az aktuális kormányzatnak nem tetszett, akkor a Nemzeti Egészségügyi Tanácsnak a tanácsaira úgymond semmi szükség nem volt, mert úgyse fogadták meg. Én nem mondom, hogy a Fidesz kormány idején így lenne, de hát van egy ilyen rossz emléke az embernek, úgyhogy ha ez a tanács, és ne haragudjon meg Puskás Tivadar képviselő úr barátom se, hogyha azt mondom, hogy én nem zokognék amiatt, hogyha esetleg mégsem működne tovább, mert úgy, ahogy működött, és ez a minden szakmai érdekképviseletnek is ez a dilemmája, hogyha igazán szakmai ellenérveket hoz föl, mindig azt a vágyat kapja, hogy politikailag áll szemben, és éppen ezért ugyanez a vád illethette a tanácsot, vagy hogyha a tanács nem akarta, hogy ez a vád illesse őt, akkor úgy dolgozott, amivel gyakorlatilag szakmai elveket is, ha kellett, meghazudtolt politikai érdekek miatt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 2 percre megadom a szót Puskás Tivadar, KDNP-s képviselő úrnak. Köszönöm a szót. Itt és most kijelentem, hogy a Nemzeti Egészségügyi Tanács, mint tanácsadó grénium, ugye 14 esztendeje működik. Én magam egy fél éve kerültem ebbe a dologba a Megyei Jogú Városok Szövetségenek küldötteként. Az a megtiszteltetésért, hogy az utóbbi másfél hónapra én lettem ennek az elnöke, úgyhogy én látok sok mindent abban a munkában, amit eddig csináltak, amely folytatandó. A funkciói közül sok minden folytatandó. Az, hogy működött, nem tudom megmondani. Lehet, hogy jól, lehet, hogy rosszul. Úgy néz ki, hogy kívánnivalót hagyott néhány helyen maga után. De egy biztos, a funkciók az, hogy a civil szervezetek, a szakmai szervezetek együtt tudtak beszélni, ez nyilvánvalóan megőrzendő dolog. Ez olyan dolog, hogy valamilyen formában, szó volt róla a szakmai kollégiumok, a civil betegfórum, azt hiszem úgy hívják, szakmai szervezetek, ez azt jelenti, hogy kórházszövetség, ezek nyilvánvalóan a kamarai törvény, nyilván a kamara képviselői voltak ott. Tehát minden funkciónak úgy néz ki, hogy meg lesz a helye. Elképzelhető, hogy egy ilyen ernyőszervezetre szükség van, amely az otthozott határozatokat, elképzeléseket egyedül vagy összefoglalva viheti az egészségpolitika meghatározói felé. Úgy néz ki, hogy ez volt. Most is gondolkodunk azon, szóval róla, hogy ezek a funkciók megőrződnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Sagon kívül 2 percben Szócska Miklós államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Én röviden csak reflektálni szeretnék az egyeztetésnek a különböző szintereire. Tehát nem marad egyeztetés nélkül a magyar egészségügy. Felállt a szakmai kollégium, tehát a szakmák 60 tagozatba tömörülve közvetlenül fejtik ki a véleményüket, rájuk építkezve szervezzük újra az ellátórendszert. Felállnak a kamarák, most a tagtoborzás azt hiszem a lezáruló félben van, tehát a köztes tületeket rehabilitáltuk, tehát megvannak azok a szakmai partnerek megint csak, akikre nagyon nagy szükség volt. Az ellátórendszer szereplőivel, klinikák szövetsége, kórházszövetség, a járóbeteg ellátók szövetségével folyamatos és rendszeres egyeztetések zajlanak, a finanszírozási elveket velük együttműködésben határozzuk meg például. Gyógyszerügyi egyeztető tanács vagy fórum, ahol működik, ahol nehéz kérdésekről, de rendszeresen beszélünk a gyógyszerágazatnak a különböző szereplőivel. Kezdeményeztünk egy nemzeti betegfórumot, ez már a kormányzati tapasztalatokból következett,
a NET nem volt képes olyan súllyal megfogalmazni civil szervezeti problémákat, mint az informális egyeztetéseken mi képesek voltunk előhozni a különböző betegszervezetekkel, civil szervezetekkel való beszélgetések során. Tehát kezdeményeztünk egy nemzeti betegfórumot. Hiányzik egy ernyőszervezet, erről gondoskodni fogunk, és hiányzik még a beszállítói körnek, az egészségügyi partneri körnek egy részét érintő tanácskozási felület, ezt létre fogjuk hozni, ezen dolgozunk a jövőben. Őszintén még egyszer, többször ezt nem mondom el, a NET-et meghaladta mindaz, amit mi a konzultációk szintjén teszünk az egészségügyben. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Kis Sándor, jobbikos képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr, Ürmörnék. Ebben a szűk 3 percben kérdezni szeretném az államtitkár urat, hogy erre a tárgyévet megelőző év október 1-i kitételre pontosan miért van szükség, majd a törvényben, hogyha erre tudna válaszolni. Aztán, ha lehetőség lenne, az előbb a fideszes képviselőtársam, bizottsági társam beszélt a magisztrális gyógyszerkészítésről, amennyiben egy szűk magidíj emelésre mód lenne, ha erről egyeztetnének a szakemberekkel, azt igazán szívesen vennénk. Visszatérnék arra, amiről beszéltem, hogy szerencsés, vagy gondolkozzanak el azon, hogy tényleg az országos egészségbiztosítási pénztár, vagy az állam lépjen be a generikus programba, hogy valóban másképpen is, tehát más metódussal is mehessen az egész gyógyszer ártámogatási rendszer. Ezt körülbelül úgy gondolnánk, hogy maga az állam is igen törzskönyveztethet gyógyszert, hozhat forgalomba gyógyszert, legyen az az OEP, az állam, vagy bárki. Azokra a hatóanyagokról, amiből a legtöbb fogy. Tehát nem kell rögtön az egész generikus palettára gondolni, csak egy pár hatóanyagra, és akár közbeszerzéssel, vagy bármilyen módon gyógyszergyárakat felkérni arra, hogy azt a bizonyos hatóanyagot formulálja és törzskönyvesztesse. Ezt azért tartanánk fontosnak, mert ebbe elsősorban magyar gyógyszergyárakat lehetne bevonni. Valóban a tényleg csak a termelés és a forgalmazás költségeihez lehetne igazítani a generikus gyógyszerek támogatását, gondolkozzanak el ezen. Tehát Magyarországon maradna a gyógyszerkészítés, értelemszerűen a adó, munka, stb. Ez mind Magyarországon maradna, és gondolkozzanak el azon, hogy nem indíthatna el, ha nem is vinnék ezt végig, ez egy lefelé tartó árspirált, mert mihelyt a generikus gyártók megtudják azt, hogy az OEP valóban egy olyan generikus hatóanyagot akar formulálni, ami készítménynek tényleg csak a termelés és a forgalmazás költségei vannak, akkor nem gondolkoznak el azon, hogy ne foglalkozzon el ezzel az OEP, hanem majd ők lemennek arra a szintre, amikor már valóban az államnak ezzel nem érdemes foglalkozni. Tudom, hogy ez mindenféle egyéb kérdéseket is fölvet, verseny, stb., az hazai gyártók export dolgait, stb., de én arra kérném az államtitkárat, hogy gondolkozzanak el ezen a kérdésen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Soron kívül 2 percben Szócska Miklós államtitkár úr. Köszönöm szépen, képviselő úr. Én jegyzeteltem a javaslatait, én általános vitára készültem, úgy egy konzultációt biztosítani fogok, mint pedig megfontoljuk ezeket a javaslatokat. Köszönöm szépen. Köszönjük. 2 percben Puskás Tivadar, KDNP-s képviselő úr. Gyenes Géza képviselő úrnak a munkaidő elszámolással kapcsolatos gondolataira reflektálnék. Úgy gondolom, az egyik legnehezebb kérdés az egészségügyben, a nem egészségügyben dolgozók számára az ügyelet kérdésének megfejtése. Talán most eljuthatunk oda, hogy egyértelművé válik, hogy az ügyeletben töltött idő az munkaidőnek számít. Tehát azt hiszem, szó szerint kimondja a
törvény szövege, hogy abban az esetben, hogyha az ügyelet miatt kötelező ugye a szabad nap kivétele, és így a törzsmunkaidő nem lesz annyi akkora, mint az egyébként szerződött havi munkaidő, abban az esetben is munkaidőnek számolja el a munkáltató ezt az időt. Tehát ha jól érzem, a munkatörvénykönyve és a törvény között most, és az egészségügy között most talán ilyen békeszerűség indul. Tökéletesen még nincs meg, hiszen az önként vállalt munka, amit itt fejtegetni tetszett, az önként vállalt munka, illetve a kötelezően elrendelt munka között azért még különbség van, de közeli, majdnem egymás mögött van már a munkatörvénykönyv és az egészségügyben eltöltendő munkaidő. Köszönöm. Köszönöm szépen. 2 percben Varga László, KDNP-s képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársak! Az egészségügyben csak szolgáltatást igénybe vevő vagyok, és nem aktív résztvevő. De az oktatás területén elég sok tapasztalatot gyűjtöttem, és az elmúlt évtizedekben hiányoltam azt, ami végre itt ebben az önök által salátának nevezett törvényben, ami legfeljebb azért saláta, mert több helyen javítja a meglévő törvényt, vagy alakítja. Nagyon lényegesnek tartom, hogy bekerült mind a közoktatásba, mind pedig a felsőoktatásba az egészségügyi nevelés. Mégpedig nem egy mondatban, hogy erre szükség van, mert ezt nagyon sokszor hallottuk, hanem X pontban, talán 8 pontban vagy 10 pontban felsorolva a tartalma is ennek. Nagyon szükségesnek látom azt, hogy az oktatás üggyel egyeztetve ez valóban óraszámban is majd megjelenjen a kötelező tantervben, a nemzeti tantervben, illetve a felső oktatásban pedig ott, ahol annak helye van, hisz az egészségügyi nevelés a jövőt szolgálja, a jövő nemzedéket, és ugyanakkor nyilván a takarékosságot is, mert az egészséges ember az dolgozik, és nem az egészségügyben vagy abból él, és annak az eltartottja. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. További 2 percesek. Iván László, képviselő úr, Fidesz. Tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársak! Azt hiszem, hogy külön ki kell emelnünk, és föl kell hívni a figyelmet arra, hogy ennek a programnak a mentén jó lenne olyan pályázati rendszereket biztosítani, amelyek 2 nagyon fontos témában, többiben is, de ebben különösen fontosak lennének, és mérvadóak lehetnének, megfelelő módszertani háttérrel és alappal. Az egyik a lelkiegészség problémáknak a területi, illetve országos szintű újra vizsgálata, és nem elmebetegségek száma emelkedik, hanem az úgynevezett organikus, tehát szervileg alapozott pszichoszindrómáknak a tömege, másrészt pedig a neurózisoknak. A neurózisokról már alig beszélünk, pedig a neurózisok óriási problémát jelentenek, amelyek ugye olyan közti megbetegedésekként szerepelnek, de hozzájuk kapcsolódnak a testi ártalmak sokasága, ami épp ebben a rendkívül súlyos pszichés terhelésben zajló világban ugye a pszichoszomatikus betegségek és reakciók tömegét termeli meg. Éppen akkor, amikor arról is szóltak itt ugye a munkatársaim, illetve a képviselőtársaim, hogy az a bizonyos
munkaidőben bekövetkezhető betegség, és a nem munkaidőben, vagy nem az úgynevezett biztosítási időben bekövetkező betegség hirtelen megjelenése és elmegy az orvoshoz, hát rejtett, elhúzódó és egy sajnálatos módon rosszabbodó pszichoszomatikus ártalmakról tömegestől tudunk, és ezek ott lappanganak, amiben nem mernek elmenni az emberek betegállományba, nem mernek elmenni a sokszoros túlterítés el is stresszek, helyi stresszek ellenére sem, tehát ez egy külön téma. A másik, amire fölhívom a figyelmet, és azt hiszem mindannyian ismerjük. Ezt úgy rövidítésével úgy néz ki, majdnem mindenki találkozott már, a TKT probléma. A TKT többszörös kémiai túlterhelésben élünk, és Magyarország regionálisan is rendkívül súlyosan terhelt ebből a szempontból. Ennek a vizsgálata ismét előtérbe kerül. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Következő 2 perces Hollósi Antal Gábor képviselő úr, Fidesz. Köszönöm a szót, elnök úr. Én a vita elejéhez és a végéhez szeretnék igen röviden, bő 120 másodpercben hozzászólni. Az elején valahogy úgy éreztem, hogyha nem hallom Halász államtitkár úr expozéját, illetve a vezérszónoki felszólalások egy részét, akkor valahogy rossz helyre jöttem, vagy talán nem arról van szó, mint amiről gondolkodni kellett volna ezen a mai napon is beszélni is. Annyit szeretnék elmondani, bár ez lehet, hogy plágium, hogy amikor ez a kormányzat átvette mondjuk például az egészségügyet, akkor valóban egy szekrény kinyitva szörnyek, Frankensteinek és zombik ugráltak ki, amiket valamilyen módon rendszerbe kellett foglalni. Kérem szépen, ha egy házi asszony azt veszi észre, hogy a kamrájában nem olyan illatok vagy szagok terjednek, aminek kellene, vagy éppen már nem tudja eltenni az idén eltett, befőzött paradicsomot vagy egyéb gyümölcsbefőtteket, akkor fogja magát, bemegy és rendet csinál. Megnézi, hogy mi az, amire már ott nincs szükség, mi az, ami csak bajt okoz, és mi az, ami nem való oda, és kidobálja azokat, amik oda nem szükségesek, hogy helyet adjon azoknak az ezévi befőtteknek, amiket viszont el kell tenni. Így volt ez az egészségügyi átszervezés kapcsán is. Az, ami nem feltétlenül feladata az egészségügynek, nem biztos, hogy az egészségügyben kellett megoldani. Teljesen egyértelmű, hát mindenki árnyaltan elmondta a különböző munkahelyeken dolgozó kollégáim is, hogy milyen jelenségről volt szó. Én teljesen véletlenül ebbe a körben nem tartozhattam, mert én kórházban dolgozom, de bizony való igaz, hogy ez egy ilyen problémaként jelent meg, és való igaz, hogy nem az egészségügyben kell kezelni. Megvilágítottam még ezt Iván professzor úr hozzászólása, aki azt erősítette, hogy a szociális és egészségügyi ellátások igazándiból az emberi életút végén csatlakozhatnak egymáshoz, amikor már átfenetet kell képezzen az egészségügyben, már nem ellátandó, vagy nem ellátható forma a szociális ágazat felé. Erre meg is van a nyitottság. A másik pedig, egy kicsit szeretném megerősíteni abban Szócska államtitkár urat, mert részt vettem egy olyan civil szervezetekkel történő tárgyaláson, ahol amelyiknek egyiknek én is tagja vagy orvosa vagyok, azt kell mondjam, hogy nagyon konstruktívan álltak a dologhoz, számos jó ötletük volt, és biztosították az államtitkárságot együttműködésről. Szerintem eléggé jó kezekben lesz ez a dolog is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Szilágyi László képviselő úr, LMP. Köszönöm szépen a szót. Államtitkár úr megint említette a szakmai kollégiumokat abban a kontextusban, hogy milyen jól fölálltak, és a netre így már talán akkora szükség nincsen. Elkezdtem én ezt mondani egy hozzászólásomban, csak nem volt időm kifejteni, hogy másra valók ezek a testületek nyilvánvalóan. A szakmai kollégiumok jellegükből adódóan a saját szakmájukat tolják előtérbe, és a szó legjobb értelmében lobbiznak azért, hogy minél több és minél költségesebb ellátáshoz hozzá tudják juttatni a saját szakmájukat. Nincs is ezzel semmi baj, csak a net és ez a testület, ez teljesen másra lenne hivatott, és mi nagyon szeretnénk az utolsó leheletünkig küzdeni érte. Igazából nem ezért kértem szót, hiszen már nagyon alaposan megrágtuk ezt a kérdést. Elég kevés alkalmunk van nekünk általános egészségpolitikai kinyilatkoztatásokra, és most itt a maradék időben nem teljesen elrugaszkodva a törvényjavaslat betűitől, de szeretnék egy néhány gondolatot megosztani önökkel. Én azt gondolom, hogy 3 alapvető beavatkozási pont lenne az egészségügyben. Itt 2 már említettünk. Egy azonnali feladat a humánszférának a
helyzetének azonnali javítása. A másik a népegészségügy, amiről megint csak itt volt szó már a törvényjavaslat vitájában. A harmadik viszont az, hogy mit kezdünk az ellátórendszerünkkel. És én azt gondolom, hogy az igazi nagy hatékonysági tartalékok itt vannak, még csak nem is talán a gyógyszerkasszában, hanem itt. Volt itt egy parázsvita, nem is tudom, délelőtt vagy déltájban azzal kapcsolatban, hogy ilyen kistérségi vagy kistelepülési járóbeteg szakrendelők létesültek az előző kormány alatt. A gondolat szerintem nagyon jó. Biztos, hogy rosszul csinálták, sok helyen nem kellett volna ilyet építeni, nem tudják fenntartani az önkormányzatok. Nagyon sok probléma van ezzel, én magam is találkoztam olyan helyen, olyan településsel, ahol ott áll üresen, és az önkormányzatnak se kifűteni, se kitakarítani nincsen energia, és hát nincs benne orvos, és nincs benne patika, úgyhogy nem látja el a funkcióját, de a gondolat az nagyon fontos, nevezetesen közel vinni az ellátórendszert az emberekhez. Mi nagyon könnyen beszélünk városban, mert néhány buszmegállóval arrébb megtaláljuk azokat a helyeket, ahol minket el fognak látni. De ugye ez a kis településeken teljesen másképpen néz ki. Ugye a háziorvos lassan már meg se vizsgál, hanem egyből beutal engem valamilyen laborba. El kell utaznom, elmegy vele egy fél napom, amíg a labor mintákat leveszik rólam. Következő alkalommal megint be kell utaznom egy újabb fél nap, amíg a leletet megkapom. Tehát már ez a internetes kapcsolat sincs meg sok helyen a labor és a háziorvos között. És a harmadik alkalommal megint el kell utaznom valamilyen terápiáért, vagy a gyógyszerért, mert a kis településen már fiók gyógyszertár sincsen, mert nem éri meg fenntartani. Na most ez így nyilvánvalóan nem megy. Tehát valahogy minél több funkciót kéne telepíteni az emberek közelébe, ez azt jelenti megint csak, hogy az alapellátás megerősítése a kitörési pont. Tehát nagyon sok diagnosztikai eljárást kellene telepíteni a háziorvoshoz, tehát természetesen ehhez képezni és ellátni infrastruktúrával. A lehető legtöbb terápiát ott tartani, kis beavatkozásokat és egyebeket. Régen a háziorvos ezeket meg tudta csinálni, és nem kellett ezért is elutazni a messzi ellátó rendszerekre, vagy rendszerekhez. És hát a harmadik pillére pedig ennek, hogy a rehabilitációt, a krónikus ellátást is meg kellene oldani helyben. Mert ez mégsem megy, hogy egy idős néni egy kis faluból a mozgásszervi betegségével naponta, két naponta felül a buszra, ha föl tud, ha van busz, és elutazik fizikoterápiára. Mert egyszerűen ezt nem tudja ő megszervezni a saját életében, és ezzel az egész életét befolyásoljuk. Úgyhogy nagyon sok olyan ellátás van, amit meg tudna a diplomás nővér oldani helyben, hogyha meg lenne a megfelelő eszköze, és engedni a finanszírozás. Tehát ezt mindenképpen egy kitörési pontnak gondoljuk, és hát a közösségi, a civil és a házi ápolásban is rengeteg olyan lehetőség van, ami megint csak levehetne terhet a kórházakról és az ellátórendszer magasabb szintjeiről. Nagyon sokat segít ebben természetesen a kapacitás szervezés is. Kíváncsian várjuk, hogy mit fog ez jelenteni, amit a Semmelweis tervben olvasunk. Ugye azt írja az újság, hogy egy gyakorlatilag egy szociális ellátás, amit egy kórház végez kórházi ágyon, az napi 7500 forintba kerül az OEP-nek, jól tudom ezt a számot. Hogyha ennek a felét odaadnánk a családtagnak, akit kiképeztünk, vagy odaadnánk a szomszédnak, ne adj Isten, akit kiképeztünk erre a krónikus vagy szociális ellátásra, akkor egyrészt a betegnek nem kéne benfeküdni, nem kéne a méregdrága ellátórendszer ágyait használni, másrészt teremtettünk volna egy munkahelyet arra az egy-két hónapra, ne adj Isten, egy évre ott a faluban. Tehát a házi ápolást megint csak haza kellene vinni, és erre nem látjuk az erőfeszítést. A közösségi és a családi ápolást, tehát a civil szervezetek és az egyházak bevonása ebbe a funkcióba szerintem megint csak afelé vinne minket, hogy sikerülne az ellátórendszert lefelé nyomni, és minél több kezelést megtartani helyben. Ugyanígy a sürgősségi ellátás fejlesztése is sokat segítene, további fejlesztése sokat segítene az egészségügyön, hiszen ezek az intenzív vagy szubintenzív osztályok
pszichológiai osztályok nagyon sokat tudnának tenni annak érdekében, hogy az akut ellátást gyorsan megteszik, és lehet, hogy reggel már el lehet küldeni a beteget, vagy pedig meg lehet mondani azt, hogy az ellátórendszer melyik helyén kezeljék őket tovább, esetleg egy kisebb kórházban, vagy kisebb rendelőben, vagy akár otthon. Úgyhogy nagyon sokat segítene, hogyha a mentálhigiéniai, pszichiátriai gondozást erősítenénk, és lejjebb vinnénk, és nem kellene csúcsintézményekben foglalni az ágyakat bizonyos addikciókkal, vagy mentálhigiénés problémákkal. Mind-mind arra felé mutat, hogy a csúcsintézményeinket, az akut kórházainkat mentesítsük a feladatoktól, hiszen ez a legdrágább ellátás, és hogyha ezt a költséget ki lehetne onnan szervezni bizonyos mértékben, és le lehetne vinni az ellátórendszer alsóbb szintjeire, vagy éppen haza lehetne vinni ezt a költséget a beteggel együtt, én azt hiszem, hogy az egészségügy akkor nyerni a legtöbbet. És én azt gondolom, hogy ez a három kitörési pont lenne, egy egészségesnek maradni, és nem kerülni bele ebbe a rettenetes kálváriával járó rendszerbe, és itt népegészségügyi erőfeszítéseket kell tenni. Meg kellene végre oldani azt, hogy a végeken legyenek jól fizetett orvosok és ápolók, és a családi ápolásba is minél több energiát kellene fektetni. Én azt gondolom, hogy ez lenne az a három kitörési pont, ami mentén az egészségügyet szervezni kellene. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Két percesek következnek, sokon kívül Szócska Miklós államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Képviselő úr, számos hasonló vagy rokon gondolatot talál a Semmelweis tervben. Tehát ezt csak megerősíteni szeretném. Az öregedésre, az egészséges öregedésre hadd utaljak. Hát igazából pont azon dolgoztunk az egész elnökség alatt, látván a magyar gazdasági helyzetet, hogy az unió strukturális alapjai rendelkezésre álljanak az egészségügyi rendszer hatékonyságát növelő beruházásokra a következő uniós periódusban is. Jó hír az öregek ellátásában az egészséges öregség politikája az uniónak, úgyhogy ha nem is tudom én ezeket a gondolatokat két hónap alatt, vagy akár egy év alatt kibontakoztatni, de ezek mind a stratégiai irányokat követik. Az ember erőforrás krízis kezelésében lassan nem lesz más eszközünk, mint sem a családot mozgósítani a betegek ellátásában. Tehát az az igazság, hogy bízom benne, hogy a következő hónapok vitáiban, amikor majd a rendszer átalakításának a részleteiről is tudunk-e falak között beszélni, akkor látni fogják, hogy ezek azok az irányok, amelyekben a rendszer fenntarthatósága megújítása irányában dolgozni fogunk. Ez a törvényjavaslat még majd az összefoglaló válaszban majd mondanám, még nem ez a szintje a munkánknak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kettő percben Puskás Tivadar, KDNP-s képviselő. Köszönöm a szót. Szilágyi képviselő úr által felvázolt vízió. Én úgy gondolom, sok mindenben minden magyar embernek, minden magyar egészségpolitikusnak az elképzeléseivel passzol. Az, hogy a kollégium meg a NET, az nem ugyanaz, ez mindannyian tudjuk, elmondta államtitkár úr, hogy valamiféle ilyen ernyőszervezet majd képződik, és gondolom arra, azt kívánja, hogy azok üljenek együtt. A kistérségi ellátóhely nagyon fontos dolog. Való igaz, legközelebb kell vinni az ellátást a betegekhez. Én, mint fentőorvos tudom. De az a helyzet, hogyha egyszer nincs ki dolgozzék abban a kistérségi ellátóhelyben, mert nem volt megtervezve, akkor az csak gondot okoz, és az értékot romlik. Nyilvánvalóan az lapszus volt, hogy a házi orvos meg sem vizsgálja a beteget, hát minden orvosnak ugye kötelessége megvizsgálni a beteget, házi orvos meg messze menően megvizsgálja, és ugye arról volt szó, hogy régen mindent meg tudott csinálni a házi orvos, most meg kevesebb mindent. Igen, azért maradjunk abban, hogy változott a terápiás rend, meg
változott az elvárás is. Szóval nyilvánvalóan minden betegnek az az igénye, hogy minél inkább a naprakész diagnosztikát, meg terápiát kapja meg. És nem biztos, hogy a házi orvoslás és a naprakész magasabb színvonalú terápia találkozik mindig. Köszönöm. Köszönöm szépen. 2 perc, Iván László képviselő úr, Fidesz. Tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársak! Külön köszönöm Szócska államtitkár úrnak a kiegészítő megjegyzését, illetve a kiegészítését az idősödéssel kapcsolatosan. Egy másik témához szeretnék pár gondolatot fűzni, mégpedig az, hogy a tájékoztatási rendszerünk és szervezettségünk az sajnálatos módon gyengélkedik. Igazán ki se alakult, de most az új feltételekhez igazodóan meg különösen fontosnak érzem. Történetesen ugye az evidence-based medicine-re külön tekintettel kell lennünk, akkor, tehát a tudományosan alapozott dolgoknak a megjelenítése a médiában. Sajnos a média, ugye a kereskedelmi médiáknál, nagyon nehezen, médiumoknál nehezen tudjuk ezt elérni, de a legalább nem kereskedelmi médiumokban ez a követelmény, hogy úgy mondjam, benne kellene, hogy legyen. Tehát ebben elő kell segítenünk a médiumokat, a közmédiumokat, mert rengeteg tévely, rengeteg dilettantizmus és nagyon sok hibás közvetítés történik. Tehát a médián belüli evidence-based medicine követelményt mindenképpen valamiképpen érvényes.